Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Lelátó, a Régió TV Esztergom sportmagazinja. A mai műsorban a következő sportágok fognak sorra kerülni. Ultrafutás, kajakkenu és K1. Tartsanak velünk! Marázs Zsuzsi a vendégünk, aki 5-ször tette meg a Athén és Spárta közötti 246 kilométeres távot, ráadásul megmászta a Parthenio hegyet is közben, az 1100 méteres hegyet, ami ugye kegyetlen, de 5-5-ször mentél végig, és ezúttal is második lettél. Hát tudom, hogy nagyon nehéz belekezdeni. Hogyan volt a verseny, hogyha felidéznéd, hogy hogyan zajlott, hiszen többen is próbálkoztak azzal, hogy ugye megelőzzenek. Hát ez egy olyan verseny, ahova nemzetközi verseny, tehát ide mindenféle országból jönnek versenyzők, és most is 380-an indultunk el gyakorlatilag a Athénból, és én rögtön azt hiszem legelején már ugye az első 10 hölgy között futottam, és de ilyenkor még nagyon beosztva az erőt, szépen megyünk, tehát még nem annyira versenyzünk, és az meg később derül ki, hogy ki bírja legtovább, és ki a legerősebb, és esetleg a leggyorsabb. Te akkor tudtad, hogy milyen távokon, milyen eredményeket kell elérned ahhoz, hogy a végén odaéri. Nagyon érdekes volt követni ugye a Facebookon azokat a frissítő pontokat, ahol megálltál, és mennyire precízen, pontosan kell adagolni, ugye akár az élelmet, akár látom, hogy a frissítéseket, a kendőt, ahogy a nyakadba tette. Tehát borzasztóan érdekes és izgalmas az, hogy mennyi mindenre van szükséged ahhoz, hogy ezt végigcsináld. Ez annyira hosszú verseny, hogy itt nagyon figyelni kell ahhoz, hogy mindig megfelelő mennyiségű tápanyag legyen, folyadék, és a hűtés is nagyon fontos. Az a kendő, az egy jegelő kendő, azon van egy rés, ami jeget dobálunk bele, és akkor így hűti a nyakam, a törzsem. Ez nagyon fontos része a versenynek. Mondjuk most nagyon kegyes volt az időjárás, mert nem volt kánikula, de nekünk már az árnyékban 26 fok az aszfalton már meleg, úgyhogy nekünk már melegünk volt. De azért ez egy elég jó időjárás volt, azt gondolom. De ugye éjszaka is futni kell, tehát folyamatosan, megállás nélkül csináljátok meg ezt a távot, és közben, ahogy felmentek erre a bizonyos hegyre, ott is gondolom, hogy a hőmérséklet egyre hűvösebb lesz, és éjszaka gondolom, hogy azért hideg is volt. Igen, főleg hajnalban volt hideg, 5 fokot ismertek az autósok, úgyhogy amikor főleg a lejtőkön lefelé, ahol nem tudunk elég energiát, vagyis hát hőt termelni, ott fáztam nagyon. És mit tudsz ilyenkor csinálni? Mi a teendő? Hát volt pulóverem, meg kabátom, azt fel tudtam venni, de alulról nem voltam hajlandó azzal időt tölteni, hogy nadrágot cseréljek, mert akkor le kell venni a cipőt. És ki kell fűzni a cipőt, le kell venni, és ott már mindennek úgy megvan a helye. Tehát a vízholyagoknak, stb. Tehát utána, hogy belebújjunk ismét a cipőbe, és akkor valahogy nem úgy sikerül felvenni, ahogy kellene. Szóval én ezzel nem húztam az időt, inkább fáztam egy picit. Így utólag azt gondolom, hogy hát lehet, hogy okosabb lett volna felvenni egy hosszabb nadrágot hajnalban, de rövid volt ez a fázós rész, az a szerencsé, egy pár óra alatt túl voltunk rajta. De ezt egyébként egy cipővel végig lehet csinálni, ezt a hatalmas távot? Én egy cipővel szoktam, nem cserélek cipőt, az idő. Tehát az, hogy levenni egy cipőt, az nagyon sok idő, és átvenni egy másikat. Úgyhogy én nem cserélek cipőt. Egyetlen egyszer cseréltem abban az évben, amikor 20 órán át esőben futottunk, és akkor úgy gondoltam, hogy már annyira vizes a cipőm, hogy felveszek egy másikat. De 5 perc múlva beleléptem egy mély pocsolyába, tehát teljesen felesleges volt. Úgyhogy az előtt se cseréltem cipőt, és azután se. Tehát nem is fogok, nem áll szándékom van. Ugye azért is különleges a spártátlon, hiszen van mögötte egy legenda. Ugye egy ókori csatában egy futár eljutott ugye Athénból Spártáig, a legenda szerint 36 óra alatt, és akkor ott vitte meg a hírt. Tehát ebben is különleges, mondjuk a többi hasonló ultramaraton között, vagy ultratáv között, hogy itt ugye megvan ez a táv, és megvan az idő. Tehát most is ugye a mostani futóknak ezt az időt kell tartaniuk, és azért azt gondolom, hogy
az is bizonyítja azt, hogy mennyire kemény ez a táv, hogy nagyon sokan nem értek célba, a magyarok közül sem, ugye a tavalyi győztes sem ért célba, tehát hogy borzasztóan nehéz ezt végigcsinálni. Nagyon nehéz, mert nagyon hosszú a verseny, és bármi megtörténhet, míg az első 100 kilométer mondjuk könnyedén megy, utána bármikor jöhet valami probléma, amit meg kell oldani, lehet ez emésztési zavar, lehet ez egy sérülés, egy túlterheléses sérülés. Úgyhogy én mindig nagyon hálás vagyok, amikor azt érzem, hogy igazából semmi bajom, csak fáradt vagyok, és csak a fáradtsággal kell megküzdeni a második felében, akkor az egy nagyon jó dolog, hogy abban a pillanatban nem mindig érzem ezt ugyan, de utólag mindig hálát adok, hogy ez ilyen jól összejött és sikerült. Ugye ez akkora táv és olyan hatalmas táv, hogy talán az időeredmény nem is annyira fontos, bár tudom, hogy téged ismerve biztos vagyok benne, persze, hogy odafigyeltél arra, hogy mennyi. De ugye 26 óra, 9 másodperc hiány 26 óra teljesítetted, ez valamivel rosszabb idő, talán nem is tudom hány perccel, mint a tavalyi. Nem. 2017-ben futottam 25-43-at, az a legjobb időm, és az is egy második helyhez volt csak elég. Majd 2018-ban, 19-ben győztem sokkal rosszabb idővel, mint most. Tehát 27 óra 04-jel és 27-14-jel győztem. Aha. Tehát most egy erősebb női mezőny volt, és ezért nagyon-nagyon örülök ennek a 26 órán belüli időnek, mert most azt érzem, hogy jól futottam nagyon. Igaz, csak második helyen, de ez egy nagyon-nagyon jó idő. Ez volt számomra most a fontosabb, aha, hogy jó időt menjek, és hogy az mire lesz elég, az a többieken is múlik. De a női mezőny most annyira erős volt, hogy még a harmadik lány is fél órával jobbat futott, mint tavaly a győzelmi időm. Tehát ennyivel erősebb volt most a mezőny. Tehát neked nagyon jól sikerült, hiszen az összetetben is 8 vagy 9 férfit is, 8 férfit akkor megelőztél, hiszen 9. helyen futottál be, tehát akkor ez jókora erőpróba volt. Mennyire merül ki az ember a végén? Ugye a befutót látva, ugye amikor megérkezel a Leonidas király szobrához, és ugye ott a szobornál érzékeled azt, hogy vége van, és ott síró görcs. Mi az, ami ilyenkor elővesz? Hát ilyenkor egy akkora megkönnyebbülés, meg öröm, és ezek az én örömkönnyek, de egy pillanatra mindig úgy látszik, nem tudom abba hagyni, amikor odaérek le Leonidas királyhoz, pedig most úgy vidáman érkeztem, nagyon boldogan, hogy sikerült, és mégis jön ez a sírás, ez ilyen, az a megkönnyebbülés, hogy megvan, meg beírtam, és az egy olyan megható pillanat, hogy azt így elmondani nem is tudom, hogy ez mennyire szép, és akkor én ott egy kicsit mindig sírok, nem is kicsit. És hogy zajlik a ceremónia? Tehát megérkezel, ugye megérkezel a célhoz, és akkor ugye odamész a király szobrához, megcsókolod. Ott egy picit tétováztam, mert ugye először azt mondták a rendezők, hogy nem lehet majd megérinteni a szobrot a Covid miatt. Jaj, a pandémia miatt. És amikor beértem a célba, akkor én ott tétovázva sétáltam a szobor felé, és akkor mutatta a főszervező, hogy nyugodtan érintsen meg a szobrot. És mert fertőtlenítették előtte, lefújták, és így tovább, és így tovább. És akkor így oda mentem, és megérinthettem, és akkor jön ez a kis sírás, stb. Akkor kapunk egy szép koszorút a fejünkre, ami egy olajákból van, megkapunk egy kis díjat a kezünkbe, és akkor elkísérnek az egészségügyi részlegre, ahol leveszik a cipőnket, és úgy, ahogy a legendában a futárnak is megmossák a lábát. Ja, még ott a célban még itatnak velünk egy szép cserépedényből, az Evrotes folyó vizéből, ugyanúgy, ahogy a legenda szerint a futár is kapott vizet, majd ellátják a sebeinket az egészségügyi részlegen, ahol utána lefektetnek, egy picit betakarnak, de ha jól van, valaki már mehet is. Úgyhogy én nagyon szívesen eljöttem onnan, ne feküdjek ott sokáig, és vissza akartam menni szurkolni a további magyar beérkezőknek, akik ráadásul az én futóim voltak, mint edző, így ez nagyon jó érzés volt, hogy elmentünk és megnéztük autóval gyorsan, hogy hol jönnek, és láttam, hogy jönnek, és jól vannak, és tudtam, hogy be fognak most már érni. Hát igen, és azt hiszem, hogy sokat vártál te is erre, hiszen a tavaly a pandémia miatt elmaradt a tavalyi spártatlon, most viszont sikerült megrendezni, és hát nagyon szép eredménnyel értél célba. Egyébként ilyenkor, amikor tudatosult benned, hogy az első hely már nem sikerülhet, hiszen a végén ez az osztrák színekben induló lány végül is megelőzött, ez mennyire vetett vissza? Semennyire.
Tehát én ugyanúgy mentem tovább, ahogy addig tudtam, viszont arra se voltam képes, hogy versenybe szálljak vele, és felvegyem az ő tempóját. Én mentem szép nyugodtan, tudtam, hogy jön, láttam már, egy-egy frissítő ponton láttam, hogy jön mögöttem egy fejlámpás, és a párom szólt is, hogy meg fog előzni, úgyhogy számítottam rá, és semmi különleges érzés nem volt, tehát számítottam rá, hogy jön is. És ezzel én úgy készültem erre, hogy jönnek a fiatalok, és meg fognak előzni előbb vagy utóbb, ez az életrendje. Na jó, de Zsuzsi, hát most azért ugye másodszor lettél második, kétszer nyertél, egyszer pedig harmadik lettél, tehát ötször indultál, és mind az ötször dobogóra kerültél. Azt hiszem, hogy ez hatalmas dolog, és nem hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy a fiatalok megelőznek. De egyébként a következő versenyekre hogyan gondolsz, mik a következő céljai, mit tervezel? Tudom, hogy már az Ultrabalatonon ott voltál a versenyzőiddel, nyilvánvalóan nem futottad le, hiszen nem olyan régen volt ez a verseny, de mi a következő cél? Hát idén már úgy gondoltam, hogy nem fogok versenyezni, mert ilyenkor egy hosszabb kis regeneráció, egy kis pihenés, próbálok feltöltődni. Én nem szeretnék még kiégni, úgyhogy így figyelek erre, hogy megadjam a módját ennek is, a regenerációnak is, a pihenésnek is. Aztán jövőre újra belevágok. Ilyenkor most fog megjönni az hogy mihez lesz kedvem, hogy mifelé forduljak. Sokszor most már arra gondolok, hogy a spartatlont már el kell, hogy engedjem, de most megint bennem van az az érzés, hogy jövőre már 7 futón fog bejutni a versenyre, és hogy úgy érzem valahogy, hogy kutya kötelességem ott lenni, és nekik is segíteni, és húzni őket esetleg, mint versenyen belül is, tehát nem csak mint kívülálló segítő, hanem hogy esetleg a versenyen is. Tehát ez az egyik oldal, a másik, hogy hát ha lesz olyan verseny, amit úgy találok egy jót, amire úgy szívesen elmennék, akkor majd összeáll szépen a jövő évi programom, még egyelőre nincsen így fixen semmi a fejemben. Hát gondolom, hogy most nem ez az időszak, jelenleg még amikor... örülök a eddigieknek, és akkor ilyenkor szokott jönni hogy mi az, amire vágyom, de még mindig úgy érzem, hogy nem kell abba hagyni, tehát mindig van bennem erő, sőt most, hogy ilyen jól sikerült, ez megint adott egy lendületet, hogy van itt még. Helyes, hát mi várjuk a további nagyszerű sikereket. Bogár János is ugye most 30 év után, 1979 után, vagy nem is tudom mikor 30 év, 21, akkor 90, 91 után, vagy 90 után most újra megcsinálta a spartatlont, úgyhogy hihetetlen, hogy mikre képes az emberi szervezet, és gratulálunk, Zsuzsi, hogy te ezeket az írdatlan mennyiségű kilométereket továbbra is le tudod, és nagyon szép eredményeket érsz el. Gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen. A koppenhágai világbajnokságon ezüstérmet szerzett Luczana és Kis Blanka. Blanka a vendégünk ezúttal itt a televízió stúdiójában. Köszöntünk szeretettel. Jó napot! Blanka, egy picit idézzük fel ezt a versenyt, azt látni a képeken, hogy nagyon hideg volt, ugye szeptember közepe, de Koppenhága, ugye egy sapkában látható Blanka. Hogy is volt ez a verseny, hogyha visszaemlékszik? Hát nem volt túl jó időnk, azt meg kell mondani, igen, de szerencsére mi az első pár napban leversenyeztünk, és az utolsó napra még rosszabb lett az idő, úgyhogy nekünk még szerencsénk volt, viszont a körülmények borzalmasak voltak. A pandémia miatt nem volt étkező, és az étkezőből ki kellett hoznunk tálcákon az ebédünket, és raklapokon fogyasztottuk el, esetleg a dombon ülve, ugyanúgy az olimpiai bajnokokkal, meg mindenki. Úgyhogy szürreális volt. Akkor azért egy nagy piknik volt az egész, igen, nem? Igen. Ez furcsa volt, de mindettől függetlenül nekem egy nagyon pozitív versenyként maradt meg a fejemben, mert javítottunk ugye a bronzérmünkkel, egyel feljebb léptünk, ami elég nagy szám. Igen. Jó sikerült, ugye a bronzérem, ugye az előző világbajnokságon sikerült, szintén ebben a felállásban voltak ugye a kajakban, vagy pedig fordítva, ma úgy értem, hogy ugyanez volt Blanka párja, tehát csak akkor Blanka ült hátul, és Anna elől? Igen, ez 2019-ben még fordítva versenyeztünk Annával. A idei országos bajnokságon, nagyon, vagyis az országos bajnokságot megelőző edzéseken nagyon elkezdtünk dőlni Annával,
ami azt jelenti, hogy egyikön kicsúszik az egyik oldalra, akkor a másikunk a másikra, és nagyon megfájdul ettől a hátunk, mert ferdén kajakozunk hosszú órákon keresztül, és ez nagyon leterhelő, és nem tudjuk kiadni magunkból a maximumot. Ezért arra jutottunk az országos bajnokság után, hogy megpróbáljuk fordítva, és több edzésen kipróbáltuk, és jobban mentünk így. Úgyhogy a fő próba, az a világbajnokság előfutama volt, ami nem sikerült annyira ugyan jól, harmadikok lettünk az előfutamba, de mind a ketten megtudtuk, hogy mit kell másként csinálnunk, tanácsokat adtunk egymásnak, hogy mit, hogy kéne csinálni, és a döntőre szerencsére összeállt az egység. Nem semmi, azt gondolná az ember, hogy ilyenkor ugye az edzők figyelik a lányokat, és akkor ők adnak tanácsot meg, hogy akkor hogyan csinálják ezt az egészet, de akkor ez így működik, hogy egymás között Blanka is Anna megbeszélte, hogy akkor hogy legyen? Hát nehéz az edzőnek érezni azt, amit mi érzünk egy csapathajóban. Még hogyha próbálunk mindent maximálisan elmondani, akkor is mi tudjuk, hogy mit érzünk belülről. És hát azért az edző is látja, de éreztük, hogy ez így nem mehet tovább. Nagyon nehéz volt ugyan helyet cserélni, mert mind a kettőnknek nagyon furcsa érzés volt. Nem voltunk még ebben a pozícióban így, és nem tudtuk hirtelen mi a dolgunk, mit, hogy kéne csinálni, de támogattuk egymást, segítettük. Ez ugye azt jelenti, hogy akkor Blanka diktálta a tempót, és akkor Annának pedig tolnia kellett a kajakot. De ugye Anna több számban is szerepelt, tehát gondolom, hogy azért nem volt neki könnyű mindenben helytállni, vagy ez volt az első a világbajnoki kiírásban, ez volt az első döntő? Ez volt az első döntőnk, igen. A mi döntőnkre Anna 50 perccel újra versenyzett, második lett 201-esben. Aztán a következő versenye az azt követő nap volt, és ott világbajnokok lettek. Csizmadia Kolossal, aminek én nagyon örültem. És akkor még kanyarodjunk egy picit vissza erre a versenyre. Milyen volt az idő, hiszen a kajakosoknál nagyon sokat számít az, hogy fújja a szél, honnan fújja a szél, milyen az idő. Nem tudom, hogy Blankának egyébként jó volt, vagy ez a hideg, hűvös, szeles is volt az idő? Amikor megérkeztünk, nagyon-nagyon durva szembeszél volt, evezhetetlen volt, úgy nem is tudtunk volna versenyezni, úgy nagyon hosszú egy pálya, teljesen új értelmet nyer a pálya maga. De szerencsére a mi futamunk napjára hátszél lett, ami nagyon jó, mert nagyon gyors a pálya, hamar vége lesz, gyorsan beérünk a célba, és nekünk ez erősségünk, a minél rövidebb pálya, rövid távon vagyunk gyorsak. Nagyon sokat számít az, hogy honnan fúj a szél. Például volt oldalszeles nap, az nagyon megerőltető, és nagyon, nagyon nehéz úgy versenyezni, meg hajóban maradni, meg kihozni magadból a maximumot. Lehet ezt mondani, vagy lehet ezt így megfogalmazni, hogy talán a szélviszonyoktól is függ egy ilyen verseny, hiszen nüanszon múlott, ugye 200 másodperccel értek be előrébb Blankáék, hiszen a harmadik helyezett 200 másodperccel volt csak lemaradva. Ez mennyit jelent? Ez a célban érzékelték egyáltalán azt, hogy hányadikok? Semmit nem érzékeltünk. Először, amikor beértünk, mondták, hogy 1-3-a vagyunk benne, az biztos. Én annak már nagyon örültem, ezt így el is tudtam volna fogadni. És akkor utána, amikor szálltunk ki, rohant oda a szövetségkapitány, hogy másodikok lettünk, és aztán teljesen nagyon-nagyon örültem neki. Egyébként a hátszél, ha hátszél fúj, akkor ott nincsenek pályaelőnyök, viszont ha oldalszél fúj, akkor sok pályán a tribün lefogja a szelet a pálya egyik felére, és akkor vannak pályaelőnyök, és teljesen máshogy alakulhat egy-egy futam. Most is érdekes volt, hiszen ugye a világbajnoki döntő rajtjánál is vissza kellett fújni a rajtot, hiszen valaki kiugrottak. Gondolom, ilyen nagy a feszültség ilyenkor a kajakosokban, amikor várják ugye azt a dudaszót, amivel elindulhatnak. Milyen retorziókkal jár az, hogyha valaki kiugrik? Rettentően nagy rajtunk ilyenkor a feszültség. Ha valaki berajtol, hamarabb indul el, mint hogy lemenjen, ez a kis papucsnak hívjuk, amiben benne van a hajó, kap egy figyelmeztetést, és ha a következő rajtnál is ő hibázik, akkor az kizárással jár. Nálunk a visszalőtt rajt után nagyon-nagyon elkezdtem izgulni. Elkezdett alattunk remegni a hajó, még nem volt ilyenben részem, ez nagyon-nagyon rossz volt. Viszont jól sült el, mert utána jól újra el tudtunk indulni, de szörnyű volt. De hát hogy lehet hamarabb indulni, hogyha ott van az a papucs, ugye, ami megtartja a kajak elejét, és akkor ezt egyszerre húzzák le, és utána, vagy van ott még egy pici pár század másodperc, amiben el tud indulni a kajak? Nem, legtöbbször a hibás rajt az úgy néz ki, hogy belehúzunk a rajtgépbe,
arra egyéb meg nem megy le, és visszadob rögtön. És ilyenkor mi egymásra is el szoktunk indulni, ezért van, hogy az egész mezőny belehúz a rajtgépbe, ami nem egy jó dolog, mert a hajó egy helyben áll, te meg már, vagyis hát mi meg már húzunk egyet, és az nem egy jó dolog, az fájdalmas. És ugye 200 méterről beszélünk, tehát nagyon-nagyon fontos a rajt. Igen, nagyon sok minden nem múlik egy jó rajt. Mi szerencsére jól elkaptuk, úgyhogy szerencsé volt a rajtal a másodikkal. Ugye a korábbi világbajnokságon bronzérem, most ezüstérem, nyilvánvaló akkor a következőn ugye egy arany csillani meg itt a szemünk előtt. Lehetséges? Ez mikor lesz a következő VB, vagy előtte várnak még Blankáikra megmérettetések, Európa bajnokság, egyebek? Hát a világbajnokság általában év végén van, úgyhogy addig lesz nekünk két válogatónk, évelején egy rangsoroló versenyünk, meg egy Európa bajnokság, és ezekre mindre jól lenne kijutni. Jó lenne persze egy arany, de hát ez majd a jövő. Nagyon nehéz, hiszen a magyar kajakkenu sportban ezt mindenki tudja, hogy milyen nagy a tehetségeknek a tolongása. Úgyhogy a szövetségi kapitány mindig dönt, hogy akkor ki indulhat a különböző világversenyeken, és meglehetősen nehéz itt boldogulni, hiszen nagyon sokan vagytok, nagyon sokan vannak azok, akik hasonló képességekkel rendelkeznek, és hát ebből korábban is voltak nagy sértődések, hogy ki az, aki indult olimpián akár, vagy világbajnokságon. Hát igen, legtöbbször van egy verseny, ahol aki megnyeri, az biztosan ott lesz, talán még a második, és utána dönt a szövetségi kapitány. Sokszor igen, nem jól sül el, de valahol igazságos a rendszer, amit ki lett építve szerintem. Blanka, most a világverseny után pihenés következett, és felkészülés a következő versenyekre? Hogy lesz a következő idény? Mi kaptunk 3 hét pihenőt, teljes pihenő sportolás nélkül, ez csodálatos, mert ez az egyetlen időszak, amikor pihenhetünk egész évben, 3 napnál többet, és a 4. héten már újra el kell kezdenünk magunktól edzeni, futni, és az 5. héten már nyomjuk ugyanúgy az edzéseket, a felkészülést. Hát köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és sok sikert kívánunk a továbbiakra is. Köszönöm szépen. Tizenkettedik alkalommal rendezik meg a győzelmek éjszakáját Pokorni Gábor és Pokorni Milán a vendégeink itt a stúdióban. 12 alkalom, hát azért ez elég szép dolog, főleg ebben a műfajban, amit ti műveltek. Hol lesz most a helyszín, Gábor? Hova tervezitek? Hát sajnos idén nem tudjuk Esztergomban megrendezni, mert ugye a városunk kap egy új sportcsarnokot, és most épül, így Dorogon fogjuk megrendezni, de mivel, hogy mi alapból dorogiak vagyunk, oda is nagy örömmel megyünk, úgyhogy a dorogi sportcsarnokban lesz, jövő héten szombaton, október 16-án, 5 óra 30 perces kezdettel. Kik lesznek a résztvevők? Milán, te kivel fogsz összecsapni, hogy... Én egy magyar ellenféllel fogok küzdeni, aki hasonló korú, mint én, szintén tapasztalt versenyző, így egy kemény mérkőzésre számítok. Őt ismerted már korábbról is, tehát már össze is csaptatok korábban? A nevét már ismertem, tehát hallottam már a küzdősportjátban, mint egy komoly versenyző, nem találkoztam még ez idáig. Hogyan készülsz föl rá? Néztek videókat Gáborral, édesapáddal, edződdel? Hogyan lehet ilyenkor felkészülni? Nyilvánvalóan elemzitek az ellenfelet. Az ellenfél hasonló stílusban küzd, mint mi. Ahogy Milán is elmondta, egy rendkívül tapasztalt, jó nevű és jó technikai tudású versenyző. Egyébként hasonló a stílusa, szinte azt mondanám, hogy majdnem ugyanazt a iskolát képviseli, amit mi. Én természetesen több mérkőzését is megnéztem és leelemeztem, és az alapján speciálisan készülünk Milánnal erre a meccsre. Aha. Tehát akkor, hogyha fogadni kéne, akkor ugye a bookmakerek nem lesznek ott a ring sarkában, és nem fognak a kezükben köteg eurókkal, vagy nem tudom micsoda, és akkor lehet fogadni a versenyzőkre, de hát nyilvánvalóan olyan ellenfelet kerestek, aki nagyjából hasonló stílust, erőt képvisel. Így van, tehát ugye az a lényeg, hogy egy jó mérkőzést vívjuk. Természetesen nyerni szeretnék, főleg hazai pályán, ezért is készülünk keményen, de hát az ellenfél is azért nem nyerjen, hiszen különben nem vállalta volna a mérkőzést. Így van, milyen összecsapásokra lehet még számítani?
Hát összesen 13 mérkőzés lesz, épp a mai napon futott be egy profi box promotertől egy felkérés innen Párkányból, Paszterko László úr révén, és ő 3 darab profi box mérkőzést is hoz számunkra a programba, ennek külön örülök, mert ugye vannak, akik a profi boxot is nagyon szeretik, úgyhogy 13 mérkőzés lesz, külön öröm még szintén, hogy 3 hölgy is fog a csapatomból bunyózni, és abból az egyik hölgy, Szendrei Rebeka, ő például egy szerb ellenfél ellen, egy belgrádi hölgy ellen bunyózik, aki szintén egy kiváló bunyós, idén például megnyerte a Balkán nagy díjat Boszniában, úgyhogy ott is Szarajevóban szintén egy nagyon kemény parázs mérkőzésre lehet számítani, az is profi mérkőzés lesz, mint ahogy Milán mérkőzése is, és Pokorni Ádámnak is szintén egy nagyon jó ellenfél lesz, egy nagyon pörgős, szívós ellenfél. Hát ugye az az igazság, hogy őnekik hármójuknak már nem egyszerű ellenfelet találni, majdnem kicsit kis túlzásra azt mondom, hogy aki elvállalja, mert nekik tényleg nagyon nehéz nem csak Magyarországra, akár Európából is ellenfelet hozni, de a többi tanítványom is nagyon jó mérkőzésekre számíthat, hisz képzett ellenfeleik lesznek muay thaiosok, kickboxosok, úgyhogy jó kis gála lesz ez jó mérkőzésekkel. Azt akartam az előbb kérdezni, hogy ugye különböző, ugye te kempósok vagytok, de különböző szabályrendszerben bunyóztok. Most itt akkor ezek szerint a profi boxtól a kempói sok minden is látnak majd a nézők különböző szabályrendszerek szerint. Hogy lesz a te mérkőzésed, Milán? Igazából ugye én K1 szabályrendszerben fogok bunyózni, annak is a profi válfajában, ami 3x3 perces menetidőt jelent. Profi szabályrendszer révén 10 unciás boxkesztyűt, tehát a normál boxkesztyűt, fogvédőt és szuszpenzort, tehát nincsen sípcsontvédő, nincsen fejvédő, nincsen testpajzs, tehát ez tényleg a kemény küzdelmekről, akár a kiütésekről fog szólni. És akkor a profi box meccsek ugye, akkor a box szabályai szerint fognak menni. Igen, hát azok tőlem független mérkőzések lesznek. Ennek a részét az előbb említett úr, Paszterko László úr fogja képviselni és lebonyolítani, illetve mondanám, hogy lényegében 2 szabályrendszer lesz. Lesz profi box és K1. K1-ben lesz 10 mérkőzés, abból 7 amatőr és 3 profi K1 mérkőzés lesz, és 3 profi box mérkőzés, így lesz összesen 13 mérkőzés. És nagy öröm számomra, hogy a 10 K1 mérkőzésen, 8 mérkőzésen a mi embereinkkel fognak az ellenfelek bunyózni, tehát szép számú hazai bunyós fogja képviselni itt a környéket, mind Dorogról, Esztergom Kertvárosból, ugye a Fighting Kempo Pokorni Team csapata Esztergom Kertvárosból, illetve Sári Sápról szintén a Milán vezette csapata, Fighting Kempo Pokorni Team Sári Sáp csapata, és ennek versenyzői bunyóznak, nem egymással, idegen versenyzőkkel, mielőtt valaki ezt félreérteni, de a 10 K1 meccsből 8-an érdekeltek leszünk. Ugye nektek ez a 12. alkalommal megrendezett győzelmek éjszakája, ugye évről évre egy komoly megmérettetés is, hiszen azon kívül, hogy jártok a különböző világbajnokságokra, a különböző megmérettetésekre, ti ezt mindig megszerveztek, és megpróbáljátok olyan szinten megcsinálni, hogy a nézők is izgalmas dolgokat lássanak bele. Ugye a pandémia jócskán megnyírválta itt a lehetőségeket, ugye elmaradt a tavalyi, jól emlékszel? Így van, hát tavaly ugye nem lehetett gyakorlatilag tartani, illetve volt egy pici rés, amikor igen, de hát ezt olyan gyorsan nem lehetett összeszervezni, azért ezt egy több mint fél éves szervező munka előzi meg ezt a gálát. Nagyon kevés verseny is volt a tavalyi évben, idén nyáron indultak el, ugye voltunk is, mi már egy Európa-bajnokságon, ahol szintén nagyon jól sikerült, Milán második lett például ott is kickbox K1 szabályrendszerben, úgyhogy nagyon-nagyon jó kis verseny volt az, tehát már idén elindultak, és ugye mi ezt a profi amatőr gálát ide szervezzük, úgymond minden évben, amikor lehet, ez már a 12. alkalom, ide szervezzük, és hát eddig Esztergomba volt, most Dorogon lesz október 16-án, úgyhogy oda várjuk az érdeklődőket. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltatok, és akkor mindenkit várunk október 16-án Dorogra, a sportcsarnokba, és reméljük, hogy kiváló küzdelmek lesznek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Most pedig állandó rovatunk, a tabella következik. Lássuk, hogyan állnak csapataink a különböző bajnokságokban.
A magyar labdarúgás második vonalában, az NB2-ben a 11. fordulót játszották le a csapatok, a haladás eddig még nem szenvedett vereséget, 7 győzelemmel és 4 döntetlen áll az élen. A Kecskemét jól szerepel, ők a másodikak, harmadik a Vasas, meglepően jó helyen áll a Szeged, Rozsics Akadémia, 5. a Nyíregyháza, 6. a Dorog, 7. a DVTK. Legközelebb egyébként 17-én Diósgyőrben játszik egymással a két csapat. A Merkantil Bank Liga második felében 16. a Budaörs, 2 győzelemmel, 4 döntetlennel és 5 vereséggel, 17. a Csákvár, 18. a Békés Csaba, nekik csak 1 győzelmük van, csak úgy, mint a harmadik kerületnek, 20. a Tisza Kécske. A megyei első osztályban, a Komárom-Esztergom megyei bajnokságban a 8. fordulón vannak túl a csapatok, a Zsámbék csak 7-et játszott, de 7-ből 7 a mérlege 100%-osak, 2. a Koppánymonostor, 4. a Sári Sáp, ők legutóbb 3-3-as döntetlent játszottak hazai pályán a Vértesztőlőssel, 7. a Nyerges. A megyei első osztályú tabella 2. felében 8. a Tát, üldözik a Nyergest, hiszen legutóbb 4-1-re legyőzték őket hazai pályán. 12. az Esztergom, ők 7 meccsből csak 1-et tudtak megnyerni. 13. helyen áll a Nagy Igmánd, ők még nyeretlenek. A megyei másodosztályban is a 8. fordulón vannak túl a csapatok, a Pirismarót már 8 meccs óta veretlen, 2. a Mocsa, jól szerepel a Csolnok is, csak 1 vereségük van, ők a harmadikok, 5. a Lávatlan, a 7. Bajót legutóbb 7-1-re kapott ki a Pirismaróttól. A megye 2. tabella 2. felében 10. a Süttő, ők legutóbb a Szomszédvártól, a Lávatlantól kaptak ki 1-0-ra, 13. a Piriscsév, ők 7-1-re legyőzték a Banát, aki az utolsó helyen áll, 14. a Tokod, a Tokodiak egyébként 5-0-ra kikaptak otthon az Ászártól. Kézilabda NB2 nők északi csoport vezeti a tabellát az esztergomi Vitézek 3 mérkőzéssel, 3 győzelemmel. Legutóbb a Dunakeszit győzték le a lányok 40-24-re, így gólkülönbséggel állnak az élen. A Vác is 3 győzelemmel áll, csak úgy, mint a Göd, a Zugló és a Szentendre. Az Óksinak becsúszott már egy vereség is. Az NB2 női északi csoportban a 2. régióban a Vasas a 7., ők csak 1 győzelmet arattak eddig, 2-szer kikaptak, és utána következnek azok a csapatok, akik még nem nyertek, így a Mogyoród, a Tatabánya, a Budakalász, a Dorog és a Dunakeszi. Ennyien fértek tehát az e-heti lelátóba. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, tartsák meg ezt a jó szokásukat a jövő héten is, akkor is lesz látó. Addig is töltsék sportosan a mindennapjaikat. A viszontlátásra!